Maite Peróni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Orosz István, Círják Csilla, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Magranci Zalán, Rancsó Dezső, Rátonyi Hajni, Zöld Csaba, Madarász Éva, Herman Lilla, Halász Aranka, Seres Dániel, Talmács Márta, Kerekes Andrea, Renát Zoltán, Kelemen Kata. Árva Angyal. Jaj, messze vagyunk még. Hát a térkép szerint, amit adott, még 40 kilométer. Amint megérkezünk San Felipébe, megállunk az első boltnál, amit meglátunk, és megkérdezzük, hogy hol van az Escondida birtok. Igen, igen, tudom, már ezerszer mondta. Na jó, megérkeztünk San Felipébe, mostantól ön mondja meg, hogy mit csináljunk. Meg kell kérdeznünk valakit, hogy merre van az Escondida birtok. Nem biztos, hogy mindenki tudja. Lehet, hogy nem annyira ismerik. Bízzunk benne. Nézd csak, megkérdezem azokat az embereket, akik ott jönnek. Azok ott a szekéren. Nem hiszem, hogy bármit is tudnak az ég szerelmére. Mit vár ezektől? Ugyan már, Estefánia, a parvakban az emberek mindent tudnak. Akkor kérdezze meg, de szerintem csak vesztegetjük az időnket. Bocsássanak meg. Parancsoljon, asszonyom. Nem tudják, hogy hol van itt a La Escondida nevű birtok. La Escondida? La Escondida? Nézd, Maricsúly! Per pillanat, Juan Miguel egyedül van és szomorú, és én még mindig szeretem. Aha! És Leopardo? És Leopardo? Vagy őt már elfelejtetted? Már valaki másnak a jegyese vagy, Maricsúly. Hamarosan feleségül mész hozzá. Vagy így hirtelen, mindez teljesen kiment a fejedből. És Leopardo azért utazott el abban a bizonyos ügyben, mert megbízott benned. És Kozmét is elküldte a fővárosba, hogy szerezze be az esküvőhöz szükséges iratokat. És Mikaela? Ő pedig már régen elkezdte a lakodalom előkészületeit. A te lakodalmadét. És te vagy Omar úr menyasszonya. És megígérted, hogy feleségül mész hozzá. És most hirtelen kész. Mindennek vége. Semmi sem számít. Vagy el akarod hagyni Leopardot? De Candelaria, miért beszélsz így velem? Csak emlékeztetni szeretnélek arra, amit nem kéne elfelejtened. Nem tudom, hogy jól teszem-e, vagy rosszul. Igen, igen, jól teszed. Jól teszed, de... Leopardo végtelenül tisztességesen viselkedett. És annyira szeret téged, kicsikém. Ha most faképnél hagyod, az nagyon nagy hálátlanság lenne. De hát tudom, tudom, Kande. De a másikat szeretted, igaz? Mindig csak őt szeretted. De nem csak az érzéseim számítanak. Van más is. Más is? Mint például? Mint a gyerekem. Juan Miguel az apja. Juan Miguel a valódi apja. Az Escondida birtokot keresi? Miért? Talán nem ismeri. Már hogy ne ismerném, asszonyom. Hogy ne ismerném. Errefelé mindenki ismeri azt a birtokot. Remek, akkor meg tudnám mondani, hogyan juthatnánk el oda? Hát persze, nézze, induljanak el arra, az út végéig egyenesen. Ott lesz egy fal. Igen, és utána? Utána jobbra kell kanyarodni,
És még kicsit menni, és ott lesz egy másik fal, az a falu temetője. Ugye érti? Igen, igen, csak azt mondta, hogy jobbra és balra mutatott, most akkor erre jobbra, vagy erre akkor arra. Jobbra, amelyik kezünkkel írunk. Értem már, és utána, utána? Há, igen, utána már mindig csak jobbra kell fordulni. Igen. És akkor lesz ott egy bekötő út, erről az útról. Igen. Egy kicsit rossz a vihar miatt, el sem tudja képzelni, milyen vihar volt itt. Képzelje, minden állatom a folyóba veszett. És utána merre? Merre? Há, igen, utána már csak úgy körülbelül 30 kilométer, és az út egyenesen az Escondidához vezet. És honnan fogom tudni, hogy az az Escondida? Ó, hát az könnyű, asszonyom. Az úton van egy nagy tábla, amire ki van írva, hogy La Escondida. Akkor jó. Hát ha azon az úton tovább megy, már bent is van. Igen. Az út egészen a nagyházig vezet. Hát jó, jó, igen. Köszönöm, köszönöm. Ne aggódjon, asszonyom, nem tévesztheti el. És ahogy mondtam, az összes állatom beleveszett a folyóba, amikor az a nagy vihar volt, tudja? Nézze, nagyon sajnálom. Hálás vagyok, hogy útba igazított minket. Tényleg, nagyon szépen köszönöm a segítségét. Nincs mit, asszonyom. Örülök, hogy segíthettem. Minden jót. Szép napot. Magának is. Menjünk, Stefania. Gondolja, hogy ez az elegáns kocsi kibírja azt a rossz utat, ha az olyan, ahogy a férfi mondta? Szerintem kibírja, de ha nem, kit érdekel? Ha ez a kocsi tönkre megy, Patricio ad neked másikat, ahogy ezt is neked adta. Gyere, menjünk, hát gyere! Jobbra, jobbra, jobbra! Miket hordasz te itt össze? Hogy mersz-e ilyeneket kijelenteni? Hogy a lányom megölt valakit, és ezért a rendőrség keresi... Ezeket csak azért találtad ki, hogy kihozza sodromból. Hazugságok, kitalációk, hogy befeketítsd Vivianát, hogy bemocskold az emlékét, és mentsd magadat, meg a bátyádat, hogy felmentsétek magatokat. Mi történt? De jó, hogy látom, mert itt a drága kis Rosszió, aki éppen borzalmas dolgokat talál ki szegény kislányomról. Azt akarja bemesélni nekem, hogy gyilkos volt. Maga hallotta már ezeket az őrültségeket? Szerinted van jogom megfosztani a fiamat az apja szeretetétől? Van jogom becsapni? Idővel úgy is megtudná, hogy hazudtam neki, és hogy Omar nem az apja. Gondolod, nem fájna neki? Hogy nem fogja az arcomba vágni Lala? Na jó, de ez csak most jut eszedbe. Igazából nem, Kande. Már annyit, de annyit gondolkodtam ezen korábban. És mindig is kétségeim voltak. Annyit gondolkodtam ezen, és nem tudtam, hogy jól csinálom-e vagy sem. De tudod, valahol mélyen mégis elfogadtam azt a szeretetet és törődést, amit Omar nyújthat a gyermekemnek. És tudod miért? Mert tudtam, hogy az apjának másik családja van. És hogy velük kell lennie. Hogy sosem adhatja meg a fiamnak azt a szeretetet és gondoskodást, amit én szeretnék. Ahogy én sem kaptam meg. Nekem ebben nem volt részem. Mindig is hiányzott. Nekem nem kell mondanod, hiszen tudom én. De most hirtelen minden lehetséges, Kande. A fiam megkaphatja az igazi apját. Ez a valóság. Ez a legjobb neki. És nekem is. Jaj, kicsim, kicsim. Értsd meg. Nem tudom, hogy mit mondjak neked. Az én egyetlen szerelmem. Mindezek ellenére. Juan Miguel. Rosszió csak az igazat mondta. Viviana meggyilkolt egy férfit külföldön. És épp ezért keresi a rendőrség. Nem.